Sziasztok, üdv újra a csatornámon, megszavaztátok és jövök is a Shein rendelésemmel. Ez is hihetetlenül gyorsan ideért. Kevesebb, mint egy hét alatt. Én komolyan nem értem. Nem értettem, de aztán egy picit utána jártam a dolgoknak. A Sheinnek rengeteg raktára van globálisan. Nem jelölték meg pontosan helyileg, hogy hol vannak, de sanszos, legalábbis én úgy tudom elképzelni, hogy például, hogyha Magyarországról rendelek, akkor a hozzám legközelebbi raktárból küldik ki a terméket, lehet, hogy Szlovákiából, vagy Ausztriából, vagy Németországból, tök mindegy. Úgyhogy ezért is gondolom, hogy nem mindegyik egy helyről, Kínából jön. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsan ideértek. 9-én adtam le a rendelést, és 15-én, 16-án megérkezett, úgyhogy ez nagyon-nagyon szuper. Rendeltem megint 4 darab terméket. Azt mindenképpen el kell nektek mondani, de egyébként már számos ilyen videóban, meg ilyen Shein szerzeményes videóknál, részleteknél elmondtam, hogy ezekért a termékekért én nem fizettem, hanem a Sheintől kaptam őket lényegében, hogy hordjam őket, bemutassam őket, igazából nem volt róla szó, nem mondták azt, hogy nekem most külön videót kellene róla csinálnom, vagy bármi ilyesmi, azt mondták, hogy csak jelenjen meg valamelyik felületemen, és úgyis mindig van róla szó, akár outfitben, hogy aznap mi vagyok, miben vagyok, vagy Instagramon, vagy tök mindegy, úgyhogy nagyjából ennyi ez az egész, nem szoktak nekem azért fizetni, hogy most ez megjelenjen. Viszont ti meg szeretitek, hogyha külön videót csinálok róla, és megmutatom, hogy milyen adott termékeket rendeltem, úgyhogy a mai videó is erről fog szólni. Na, kezdjük is azzal, ami most éppen rajtam is van, és a mai napon ezt kényelmesen hordom, és ezt választottam, hogy ez lesz a mai outfitem. Annyit tudni kell róla, hogy én általában a Sheinről nagyon szeretek ruhákat rendelni, mármint hogy ilyen egyberuhákat, ilyen plusz size ruhákat, mert hogy nagyon nehéz mellélőni szerintem velük, mert általában mind ilyen oversize-abb darab, és ha nem is valami 100%-osan passzol, így oversize jelleggel, akkor is sima ruhaként tök jól el lehet hordani, nem tudom, hogy ez mennyire érthető, de a lényeg, hogy például ruhával szerintem, egy ilyen lazább ruhával nehezebb mellélőni, mint például egy farmerrel, ugyanis szerettem volna farmert, és most el is döntöttem, hogy én rendelni fogok végre egy farmert, és zseniális lett, szóval szerencsére eltaláltam, halleluja. Ugyanis én régebben már rendeltem ilyen külföldi oldalakról, és sajnos sosem sikerült a méretválasztás. Valahogy mindig úgy voltam vele, hogy kínai méret, inkább rendelek belőle a nagyobbat. De ilyen 3-4 XL-es verzió az ilyen európaiba ilyen 50-52-nek felel meg, és ilyen nadrág méretnek, és az hatalmas volt rám, úgyhogy egyiket sem tudtam úgy kifejezetten hordani. Most viszont azért így reménykedve, de csak 2XL-esben rendeltem. És nagyon-nagyon jó lett, nagyon tetszik ez a fazon, kényelmes, nagyon stretches, nagyon rugalmas, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kényelmes, ezt már mondtam, ugye? Hogy kényelmes, mindegy. Szóval kényelmes, jó az anyaga, igazából semmi rosszat nem tudok róla mondani. Talán az, hogy van egy ilyen jellegzetes kínai szaga, ami mosás után is megmaradt. Igazából engem annyira nem zavar, mert teleöblítőztem, mondjuk így is egy kicsit érződik, de maximum, hogyha csak közel megszakulod, szóval nem fog fölterjengeni neked ide az orrodig. De azért az elején, ahogy kinyitottam az acskót, borzasztó mód érződött ez a kínai szag, de szerintem ez egy nagyon szuper farmer és nagyon kis kényelmes, úgyhogy biztos, hogy fogok rendelni ezentúl farmereket, sőt, most már szerintem a következő adagok már nadrágok, meg kicsit ilyen univerzálisabb darabok lesznek, mert az utóbbi időben ugye nagyon ilyen overallokat, meg ruhákat rendeltem, de inkább olyanokat szereznék be, ami kicsit így, nem tudom, őszre, télre is jók, farmerek, felsők, pólók, pulóverek, ilyesmi. Úgyhogy ez a nadrág, ez hatalmas pozitívum, és most kb. 5 hasonló másik nadrág is van a kosaramban jelenleg, úgyhogy kíváncsi leszek rájuk is. Majd oda kerül a sorok, azokat is megrendelem. Aztán van itt még egy nadrág. Ez nagyon érdekes, mert hogy hát nem gondoltam, hogy ez ennyire fog nekem tetszeni, de
így nézelődtem, és nagyon szerettem volna már egy paperbag jellegű nadrágot. Nagyon nehéz az én adottságaimnak megfelelően paperbag nadrágot találni, mert ami, ugye ennek a lényeg az, hogy budgyosnak kell lennie, de ami nekem jó derékba, az kicsi a combomon, meg a fenekemen, és nagyon-nagyon, tényleg borzasztó nehéz ilyenfajta nadrágot találni. Ez viszont mondhatni, hogy paperbag, de nem teljesen, illetve az a különlegessége, hogy annyira bő, hogy olyan, mintha szinte szoknya lenne, viszont nem szoknya, hanem nadrág, mert hogyha így széthúzza az ember, és azért így látszik, hogy ez egy nadrág, na szóval az lényeg, hogy nadrág, de hogyha például egyenesen áll az ember, akkor az meg nem mondja a másik, hogy ez nem egy maxi ruha. Ezt egyik szel méretben rendeltem, tökéletes lett, nagyon kényelmes, nagyon szellős, azt veszem észre, hogy mintha még így nyújtaná is az alakomat, pedig ugye elég nagy mintás, de azt vettem észre, mintha még nyújtaná is az alakomat, és nagyobbnak, magasabbnak tűnne a lábam, úgyhogy ezt is nagyon nagy szeretettel fogom hordani, és ez a rendelés 4-ből 4 tökéletes lett. Szóval az előző is azt mondtam, hogy mennyire jó, de azért a májva színű ruhát nem szívesen veszem azért fel utcára, szóval az nem 100%-osan volt így kedvencem. Úgyhogy ez egy fokkal még jobb, mert ugye ebből 4-ből 4 sikeresen bejött. De az a helyzet, hogy ezt is meg kell tanulni, hogyha az ember sűrűn rendel azért egy oldalról, azért már rájön, hogy miből melyik, meg már látja a képeken, a modellel látja, hogy ez milyen anyag lehet, hiába írják le, hogy mondjuk poliészter vagy pamut, azon belül is vannak anyag vastagságok, stb. Tudja az ember, hogy nyúlik, hogy nem nyúlik. Na, aztán overall függő vagyok. Ezt már mondtam nektek, és rendeltem egy overallt is, hát az álmaim overallja, vagy nem tudom, vagy mostanában mindegyikre ezt mondom, de hogy ez tényleg egy csoda. Ez egy ilyen méregzöld színű darab, aminek az alja csipkés. Szóval a lábánál, vagy hát a boka részem, ez pont a bokához ér, ez a csipke rész, ilyen nagyon-nagyon szép zöld csipkés, nagyon kényelmes, tökéletes a méret, egy picit maximum itt a váll részénél ez a gumi, ami nem eléggé, hogy mondják, feszes, hanem ilyen nyúlósabb, lehetne kicsit erősebb a gumi, de ez sem zavaró. Nagyon tetszik a váll része is, hogy egy ilyen összekötős, nagyon-nagyon szuper. Komolyan mondom, így a nyáron én sínes cuccokba élem le az életemet, mert tényleg már nagy része a ruhatáramnak sínes, és egyébként nagyon sokan szoktátok kérdezni, hogy ezt én valóban ajánlom-e ezt az oldalt, és nem teljesen értem a kérdést, mert hát miért csinálnék róla külön videót, miért áradoznék így róla, vagy azt hiszitek, hogy ez kamu, vagy most tényleg 4 ruhadarabért eladnám a lelkemet, vagy én nem tudom. De hogy ugyanúgy, ahogy régen voltak problémáim a Shein-nel, mert voltak problémáim a Shein-nel, ugyanúgy azt is elmondtam, és egyébként nagyon sokáig nem is kollaboráltam ezért a Shein-nel, mert egyszerűen nem voltam megelégedve a ruhákkal, és nem gondoltam azt, hogy nekem az jó lenne, hogy mindig berendelgetem a ruhákat, és akkor minőségi problémák is vannak vele, meg úgy összességében nem érzem nagy készítést a rendelésre az oldalról, de nagyjából egy pár hónappal ezelőtt újra összekerültünk, és újra megkerestek, és a plusz size részleket mondták, hogy ha már plusz size vagyok, akkor nézegessem, és onnan rendeljek pár dolgot. Mindegy. Szóval igen, ajánlom, és hogyha ti is láttok innen, akár amit én mutatok, amiket én már megrendeltem, és tudom, hogy tényleg jó minőségű, akár azokat, ha megrendelitek, szerintem nem csalódhattok benne. Van egy-két ruhadarab például, ami mondjuk vékonyabb, meg átlátszósabb, mint a képeken, azok mondjuk szívás, mint például az előző videóban, az a ilyen matyó himzéses mintás, de az is olyan, hogy igazából orvosolható, vagy vissza tudjátok küldeni, illetve ami még fontos megemlíteni, hogy van egy kuponkódom, ami után én semmilyen jutalékot nem kapok igazából. A Temes Q3 kóddal 15%-ot kaptok minden rendeléshez. Ez, ha jól tudom, él. Elvileg szeptember 30-ig, de voltak vele problémák, úgyhogy ha nem tudtok vele rendelni, vagy nem vonja le a kupont, akkor mindenképpen írjatok rám, és akkor utána járok. Na de az utolsó ruha, vagy az utolsó termék, ugyanis eddig csak 3 mutattam, és 4 darab van. Az utolsó, az egy A-vonalú ruha, ami
igazából így derékon megkötős, és amikor ezt megláttam, akkor egyből az jutott eszembe, hogy egy ilyen kis nyári, kiülős, iszogatós, beszélgetős, pizzázós, nyaralós outfitnek ez tökéletes lehet. Ennek is egy picit vékonyabb az anyaga, és ehhez is inkább ilyen testszínű vagy fehér bugyit érdemes fölvenni, mert átlátszik, viszont nagyon szépen kiemeli az alakot, én ezt egyik szelméletben rendeltem, szuper az anyaga, nem olyan nagyon vastag, az a nagyon susogós, hanem tényleg pamut anyaga van, nagyon szépen kidolgozottak rajta a hímzések, vagy ezek a kis virágminták, úgyhogy ezzel is nagyon meg vagyok elégedve, és ahogy mondtam, minden négy termék most így méretben jók lettek, úgyhogy elég jónak tudhatom be ezt a vásárlást is, és remélem, hogy nektek is tetszett. Írjátok meg nekem, hogy melyik outfit, vagy melyik ruhadarab tetszik nektek most a legjobban. Én egy iciri-picirit az overallhoz, mert annyira külön overallhoz húz a szél, mert annyira különleges színe van, hogy ez a méregzöld szerintem nagyon jól áll az én hajamhoz, és holnap megyünk egy ilyen kis születésnapra sütögetésre, és szerintem ezt fogom felvenni, hogyha jó idő van, mert szerintem nagyon-nagyon különleges, elegáns, de viszont nagyon kényelmes, úgyhogy a legjobb kombináció. Úgyhogy ennyi lettem volna mára, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!